Szarka Mihályné Icanéni vehet át elsőként Kecskeméten a hónap önkéntese díjat, ami a 2021 önkéntesség Magyarország éve programhoz kapcsolódik. A nyertes az első, vagyis a fenntarthatósági és a környezetvédelmi héten résztvevő önkéntesek közül került ki. Ica néni 80 évesen is aktív szereplője a Széchenyi Városi Önkéntes Mozgalmaknak, informális csoportoknak. De nem csak szépíti a környezetét, munkája révén a közösségét is összetartja. Kertszépítő tevékenységéhez idővel egyre többen csatlakoztak a társasházból, aminek előkert két évek óta rendben tartja. Szarka Mihályné a kitüntető címet szerda délután vehette át Engert Jakabné a polgármestertől egy kis csomaggal együtt. Az alpolgármester elmondta, Ica az első díjazott önkéntes a városban a programon belül. Pontos szempont volt a kiválasztásnál, hogy a cím ne csak a közvetlen lakók környezetét tegye szebbé, élhetőbbé, hanem példáján keresztül hasson a város részre a Széchenyi városban lakókra is. Ica néninél ez is maradéktalanul teljesült, mivel alapító tagja a Széchenyi Városi Zöld és Pont Civil Társaságnak. A Szarka Mihályné elmúlt évekbeli közösségi munkájáról és az előkert gondozásáról bővebb összeállítást láthatnak kiemelő magazinunkban.